nálatok ez a hiedelem, ami a Kijevvel kapcsolatos, hogy kőkemény kiképzés a felkészülés, vagy ez már egy legenda, ez a régi idők volt? Inkább a régi idők. Amikor még ugye ott volt ez a Labanonszki korszak, akkor nagyon nagy meló volt, és a Rebrov is még bele akarta vinni ezt, meg bele is vitte, de én pont akkor csatlakoztam oda hozzájuk, mikor felkészülés vége volt. És én már azt a munkát nem csináltam velük, és utána nyáron őt már nem hosszabbított vele a klub. Nem mondtad, hogy múltkor összefutottál ott? Sokszor összefutottam vele. Edzőtel, hogy a edzőközpont? Ott is, meg volt itt a Tokió étteremben, és összefutottam vele egyszer. Véletlenül barátokkal mentem, amikor Vágyi válogatott mérkőzés után itthon voltam még ugye másnap, akkor beültem oda, és pont ott ebédelt a családjával. És neked most már Budapest az otthon? Most már Budapest. Igen. Itt van kialakítva az életem, sok ismerősöm már itt van Pesten. Ha egyszer majd visszavonulsz, akkor itt Pesten. A végállomás gyakorlatilag, akkor az lesz ez. Megszeretted? Most, hogyha valaki kérdezi, akkor azt mondom, hogy Budapest. Jó, persze lehet. Ez majd változás. De itt érzed, itt otthon magad gyakorlatilag. Igen. Nem volt meg benned vidéki fiúként? Nem szeretett főváros? Mert én is mondjuk vidékről, én nagyon utáltam. Régebben, amikor csak ilyen hébe-hóba jártam fel Pestre, és akkor nem volt egy ingatlanom semmi, és mindig csak olyan apartmanokba jöttem fel egy-két napra, de ez is csak az, hogy estére bulizás. Haverokkal. És akkor mindig azt mondtam, hogy nem tudnám elképzelni magam, mint Pesten. Mindig inkább úgy voltam vele, hogy füred. Ugye balatoni srác vagyok. És az évek alatt annyira megváltozott ez. Megvásároltam az első lakásomat itt Pesten, és elkezdtem ugye itt lenni több időt, főleg nyáron. Ez pont akkor volt, mikor az Euróbajnokság volt. Veszprémig ugye általános iskoláig volt, ugye Veszprémben. Ott is egy sportágazatos iskolában jártam. Onnan sok embert nevelnek ki, inkább kézilabda téren. Azt olvastam is, hogy ugye kézilabda. Én kézilabdáztam 10 évig. Úgyhogy, és akkor az nekem ott a foci igazából egy másodlagos volt. A kézilabda napi szinten nem mindig volt edzésem. És a foci az pedig heti egyszer. Ez akkor már sulis időszak, amikor ez már suliba kezdődött. Nem voltam igazolt játékos sehol, mivel kézilabda miatt nem tudtam elmenni. Nem is engedtek el, hogy lemenjek tétről Veszprémre, vagy Alsőse. Milyen poszton voltam? Minden. Minden poszton játszottam, hát akkor melyik korosztályba szerepeltem. Úgyhogy jó, sok eredményt elértem a csapattal, egyéni szinten is. Miről szólt a gyerekkorod Veszprémben? Csak a sport, semmi más. Nem szerettem az iskolába járni, ki szeret tanulni, nem sok mindenki, főleg a sportolóknak. Mindig megvolt az agyam, de nem érdekelt a suli. Szóval azt mondom, ez a közepes, hármas tanuló volt. Tehát amit kellett, mindig, ezt igen, amit szerettem, azt meg tudtam tanulni, de nem sok minden mozgatott meg így a fejembe. Inkább az órákon is azon agyaltam, hogy mikor kezdődik az edzés, mikor tudok menni ki a pályára rugdalózni. Úgyhogy tényleg csak a sport. A suli után edzéseim voltak, edzés után hazamentem, nem értem meg a házat, inkább mentem le a srácokkal a grundra játszani. Az még a régebbi időszak volt, amikor még a szülők leengedték a gyerekeket, nem történt semmi, kikiabáltak, hogy vacsora, mindenki megy haza, vagy sötözése, mindenki otthon. Úgyhogy ott annyira nem feltették a gyerekeket, mint mondjuk a mai modern világban. És én mindig estig nem voltam, úgyhogy vagy bujócskáztunk, fociztunk. Minden, ami sporttal kapcsolatos. Több hobbim van. De volt a motorozás neked? Nekem volt egy Harley Davidson-on. És ő valamelyik klubnál betiltották? Miskolcon szerettek volna, hogy én azzal jártam le edzéseket. És akkor mondták, hogy hát ezt nem kéne. És én mondtam, hogy nekem nincs benne a szerződésembe ez, mint Angliában, hogy veszélyes sportot nem lehet csinálni. És másnap tették le az új szerződést, hogy akkor írjam alá, de csak azt, hogy ezt kijavítsak, és mondtam, hogy nem írom alá. De csak ez igazából egy ilyen viccesen jött, hogy nem menjek motorral, mert így nyilván azért egy veszélyesebb dolog. Hát, úgyhogy... És már van még, vagy már nem nagyon már motorozom? Már nem tudtam kihasználni, mivel nyáron nem vagyok sokat itthon, és most mondjuk Pesten, vagy a környéken nem nagyon motoroznak. Ugye látjuk azt, hogy milyen emberek vezetnek felelőtlenül, vagy akár jogsinertől. Úgyhogy amikor motoroztam, akkor inkább a Balaton környékén, meg ugye nyilván Miskolcon, de majd mikor leteszem a
focicipőt, felakasztam, utána biztosan lesz egy motorom. A hobbi az igazából ugye tetoválás, de ez is inkább az, hogy ez is egy kikapcsolódás, nem az, hogy hobbi, hanem inkább az, hogy nyilván most valaki elkezdi, ez nagyon nem tudja befejezni. Neked hogy van, egész hátad? Egész testem. Már lábad is? Egyik lábam van szabadon, az egyik többi mind megvan.